az ember lesz. Nem vagy kész. Talán a halálban leszel kész. Addig azonban még nagyon hosszú az idő. Most van. Amikor kidugod a fejed erre a világra, abban különbözöl a többi fajtától, hogy a fejed lágya még nincs benőve. A fejed is nőni fog az első néhány évben, de főként a homloklebenyed barázdáltsága változhat még jelentősen. Az ember más élőlényekkel ellentétben képes jelentős szellemi fejlődésre megszületése után is, élete során mindvégig tanulhat. Mesebeli lehetőségünk ez. Szinte felfoghatatlan kegy. Ha nem volna benne részünk, ma sem tudnánk többet, mint liánokon csüngő, sikoltozó őseink. Azzal, hogy megszülettél, nem lettél kész, de még azzal sem, hogy elvégezted az egyetemet, vagy megnősültél, vagy megkaptad a Nobel-díjat, csak amennyiben mind jobban önmagaddá leszel. Vagyis egyre inkább képessé válsz birtokba venni, ami egyre tágasabb, egyre világosabb bensődben megnyílik előtted, akkor fogod látni, hogy az ember útjának, lehetőségeinek nincsen vége, ahogy az univerzum is végtelen. Olykor meg lehet pihenni, meg is kell pihenni, jó lesz alaposan megpihenni végül a földben, de az ember még nincs készen. Az emberi szellemnek nincsenek határai. Ez a mi esélyünk. Nem csak az egyes emberé, de az emberiségé is. Hogy valósággá lesz ez az esély, kiteljesítjük-e lehetőségeinket, az egyes emberen múlik, több milliárdon, rajtad, rajtam. Azért kell tudni, hogy kik vagyunk, hogy pontosan tudjuk, hol tartunk. Abból következik, hogyan tovább. Nézd meg, hogy néz ki ez a világ, és meglátod, hogy nézel ki, te. Katasztrofális. És pontosan ott katasztrofális, ahol te vagy szörnyű. Ne tiltakozz, gondolj csak utána. Úr vagy az érzéseid felett? Az a munkád, amit tenned kellene? Képes vagy felelősséget vállalni mindazért, aminek te vagy az oka? De ennek nem muszáj eztán is és örökké így maradnia. A közelgő apokalipszisről szóló egyébként hosszú évezredek óta terjengő rémír csak ront a világ helyzetén, ami egyébként is elég súlyos. De miattam? A világ azért nem lép előre, mert lusták vagyunk önmagunkat birtokba venni. Személyiségünk erejét, tudását továbbfejleszteni. Helyette inkább a haderőt fejlesztjük, vagy a figyelem elterelő verkli muzsika és más csatornazenék marketingjének stratégiáját. Az ilyesmi nem olcsóbb, de könnyebbnek látszik. Szeretném bebizonyítani neked, hogy önmagaddal, tehát a világgal szembenézni könnyebb, de minden esetre élvezetesebb, mint így vagy úgy elnyomni magadban a belső hangot. Az ember odabent mindent tud. Aki elindul befelé, tiszta szívvel, nyitott lélekkel, csöndben, egyedül, mert kíváncsi önmagára, és nem fél attól, amit meg fog tudni, mert arra gondol, hogy annál rosszabb nem történhet vele, mint amilyen rossz most körülötte minden, továbbá arra gondol, hogy az igazság, ha van egyáltalán, akármilyen is, ezerszer jobb társaság lesz a hazugságnál, mivel létezik, míg a hazugság lényege épp az, hogy nem úgy van. És így sok mindent meg fog tudni, amire kíváncsi. Tudomást szerez majd a való helyzetről. Nem a jövőbe lát bele, amikor önmagába, hanem a jelenbe. Nem ítélkezni, méricskélni tanul meg az önmegismerő, hanem megbocsátani. Elfogadni. Aki nem fogadja el, hogy épp milyen állapotban van, hol tart, nem változik addig egy szemet sem, míg bele nem nyugszik, hogy olyan, amilyen. Abban a pillanatban már nem olyan. Amit elfogadsz, azt megismered. Ha megismered, azzal megszereted, ami nem több, mint hogy a létezését önmagadban engedélyezed. Nem azért, mert helyesled, hanem azért, mert létezik. Ekkor az a valami, aminek immár engedélyezted a létezését magadban, de valójában azért idegen tőled, csak valami külső kényszer hatására vált belső világod részévé, azonnal vagy kis idő múltán elpárolog.
semmivé válik, vagy, ami gyakoribb, átváltozik. Mint a mesében. Ha az elvarázsolt disznót a vándorlegény nagylelkűen megosztott félkenyerével visszavarázsolja vasgyúró kovácsá, a vasgyúró kovács majd a társához szegődik, hogy segítsen neki legyőzni a hétfejű sárkányt. Ő kovácsolja ehhez a megfelelő kardot. Érzed, hogy ez a fordulat szükségszerű? A világod és te annyit javulsz, amennyit felismersz, nem szégyelsz, hanem felfedezel a hibáidból, vagy a fogyatékosságaidból. Légy szigorú, és azután nagy lelkű. Mikor így teszel, és nyomában átváltozásodat megtapasztalod, nem egyszer, nem kétszer, hanem ahányszor csak képes vagy elfogadni a tökéletlenségedet, és valamit juttatni neki, a gyengébbik részednek is, ami nem olyan megalázó a számára, mint az öngyűlöleted, akkor előbb-utóbb ráébredsz, hogy ez az örvendetes átváltozás most már nem csupán önmagadban tapasztalható meg, hanem a külvilágban is. Életutunk során az elénk siető kísértések, váratlanul előttünk tornyosuló akadályok, a mi személyes döntéseinktől, önmagunkhoz való őszintességünk, önelfogadásunk mértékétől függően változnak át segítséggé, értelmes fordulattá, próbává. Vagy maradnak akár mi magunk, azok, amik kezdettől voltak, akadályok. Az ára annak, hogy segítséggé legyenek az átkok, annyi, hogy aszerint élj, ahogyan ismered magad. Mint a legrégibb bölcsességek egyike mondja, az van kint, ami bent, és az van bent, ami kint. Olyan nincs, hogy magamhoz őszinte vagyok, máshoz meg nem. De fordítva sincs. Nincsen két világ. Ha magamat valóban elfogadom, azzal a másik embert is elfogadom. Nem helyeslem a vétkes vétkét, de szánom a vétkezőt. Magammal azonosnak tartom a szívem mélyén. Még nem ember igazán. De én sem. Még úton vagyunk. Az út, amíg út, merő akadály. Nem kell kikerülni, lehazudni egyiket se. Meg kell állni, szemügyre kell venni mindet egymás után. Nincs hova sietnünk. Amíg van akadály, az út sem engedi. Rá kell jönnünk, mi közünk van hozzá, hogy kerül elénk, és köszönni néki illendőn, amikor végre felismertük. Nem szabad letagadni az ismerettséget a rosszal, amivel magunkban találkozunk. És akkor eltűnik. Vagy szárnyas paripánká lesz, repülőszőnyegünké változik át.